Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ma a túlzás nélkül egy rendkívül interjúval készültünk a számotokra. A Magyarországi Szociológia egy személyes alapintézménye, a rétegződéskutatás, illetve a gyermekszegénység felszámolásának elkötelezett harcosa. Az idén 90 éves Ferges Zsuzsa vállalta azt, hogy egy átfogó életinterjú keretében a rendelkezésünkre áll. Most mindjárt be is mutatom őt, Mielőtt azonban ezt megteszem, mindenképp iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni nem csak ezt a szerkesztett verzióját az interjúnak, hanem a teljes, vágatlan verzióját is, akkor iratkozatok fel a Patreon csatornánkra, ehhez a linket megtaláltak a leírásban, kezdünk! Szervus Zsuzsa, nagy szeretettel köszöntelek az adásban. Köszönöm, hogy itt vagytok. És akkor hát mindenek előtt a teljes partizán stádionban szeretnék boldog születésnapot kívánni neked. Köszönöm. Ugye arra vállalkoztál, hogy egy átfogó életinterjú keretében állsz a rendelkezésünkre, ezért most elég messzire, 90 évvel ezelőttig kell visszamennünk. 1931-ben születtél. Igaz. Mit jelentett 1931-ben Magyarországon egy zsidó családban megszületnie egy lánynak? Úgy hittük, hogy relatíve védettek vagyunk. Ugye a család tele volt mindenféle első világháborús kitüntetésekkel, meg állami kitüntetésekkel. A nagyapám az áll e, építészmérnök volt, de az állami építészeti hivatalban volt főmérnök, vagy annak a vezetője volt. Sokat, rengeteg utat épített Magyarországon. Az apám a Pesztálytnak volt a felelős szerkesztője a másik nagyapám az Makon volt, a Makói fűrabbi volt, nem tudom pontosan melyik keresztény egyház, és a zsidó rabbi hárman délutánonként együtt sétáltak, és a makói lakosok kedvesen köszöntötték ők hármukat. az antiszemitizmust természetesen pontosan tudtuk, hogy van, és természetesen bizonyos, hát, ízelítőket itt-ott kaptunk belőle, személyeset is, általánost is, de a rettegés még nem volt bennünk, hogy ez, ez hova vezethet. Ez olyan, tört, tudtuk azt is, hogy a történelemben végigment, ezt tudtuk azt is, hogy ki akarnak pusztítani, de valahogy úgy éreztük, hogy ez itt nem történhet meg. Utólag visszanézve, normalizálódott a környezetetekben és saját magatokban is az a zsidó ami általában jellemezte Magyarországot. Vakok voltatok azzal a veszéllyel kapcsolatban, ami ugye később egyébként édesapádnak is a halálát okozta. Hogyan értékeled a későbbi időkből visszanézve a 30-as évek zsidó ellenességét Magyarországon? Nagyon nehéz erre válaszolni, mert az antiszemitizmus mindig volt, mindig van, és rizsdó se kell hozzá, de igazában ez akkor, akkor vált aktívvá, amikor Horthy Tórszárasi vette a hatalmat. Tehát ez, ez már 1944. október 15-e volt. Addig valahogy volt egy olyan remény, hogy... Nem igazán tudtunk a vidékiekről, és, és Budapest úgy látszott, hogy ez minden, hogy mondjam, hogy nem fogják elpusztítani. És aztán világossá vált, hogy ez nem így van, mármint az anyám számára is világossá vált, és akkor kicsit bonyolult módon de szerzett hamis papírokat és egy csodálatos Hajdú János nevű munkás, aki egy barátjánál, az apám egy barátjánál dolgozott, hamisított számunkra papírokat, és aztán magával vitt a Sibrik telepi lakásukba, egy egyszobás munká, egy munkásházakat építettek sorba, ma is megvan a Sibrik telep, és akkor ők kimentek a konyhába egy pici babával, és az anyámnak és három gyereknek adták a ugyanakkor a ö, szobát. E, pince nem volt, az ágyat felfordítottuk, a e, ilyen vaságyat, és az gondoltuk, ha jön a repesz, akkor megvédettől. E, a front nagyon hamar átvonult rajtunk, és az első frontvonal az, az egy nagyon jó csapat volt, és azok látták, hogy a nővérem beteg, és hoztak gyógyszert, és lázmérőt, és kaját, és mindent. A második hullám, azt elvittem az nővérem óráját, és aztán harmadik hullám már nem volt ott kőbányán, mert közben elfoglalták Budapestet, és kikergették ki a németeket. És akkor az anyám, minthogy nem volt en mit enni, csak az a keserű kakaó, amit a kakaógyárból loptunk, bement Peste, hozta az anyját, meg a nagynényét, és a két öregasszonyal a zsárom gyerekkel szépen elindult gyalog Szegedre, és Kecskemétig mentünk így gyalog, és Kecskeméte már volt vonat, és az visszegedig, Úgyhogy, és akkor így értünk Szegedre, ahol minden, minden, hogy mondjam, a zsidókat mind elvitték, de így is sok ismerős volt, és e, kaptunk lakást, és szóval megvoltunk. Édesapádról többször elmondott, hogy nem élte túl a világháborút. Elmesélte, hogy mi történt vele? Mondom, kicsit sánta volt, tehát nem hívták be rendszeres munkaszolgálatra, és a Lloydnál pedig a nevét levették a lapról, de azért ő csinálta továbbra is felelős szerkesztőként a lapot, és aztán a 13. születésnapomon, 44. április 25-én behívták a rabik képzőbe, ami most a Zsidó Egyetem, és Onnan elvitték Csepelre egy táborba, ahol összegyűjtötték az összes pesti zsidó, nem zsidó, újságírót, írót, és ezt a tábort deportálták. És innen nem tudjuk, hogy a vagonban halt-e meg, vagy még még, még él, élve elérte a koncentrációs tábort, ezt már nem tudjuk. Ez, anyám kereste azokat, akik vele voltak, de azok is mind elpusztultak, úgyhogy semmit nem tudtunk meg. Nem tudom, hogy halt meg, azóta se tudom, azóta is minden nap kérdés, kérdés számomra. Lehet tudni azt, hogy a szüleid a korukban jó ismerettségben voltak József Attilával. Tudsz-e bármit mondani az ő kapcsolatukról? van -e esetleg valami anekdotisztikus elem esetleg? Nézd, nem ö, az, ap, Apám is Makói volt és a József Attila is Makói volt, Attila fiatalabb volt. Amikor, és az apámnak, hogy mondjam, ismerték. Úgyhogy a József Attila odaadta neki a verseit, és ők arról akkor beszélgettek. Aztán, és akkor el, többé-kevésbé elvesztették egymást, egyik erre ment, a másik arra ment. A Vágó Márta az anyám legjobb barátnője volt, és az Attila belezedett a Vágó Mártába, és ilyen módon időnként megfordult nálunk. Egyszer volt az, hogy valahogy kirándultunk, és akkor ő is ott volt, és együtt ettünk, és de ő valahogy nagyon hamar félrehúzódott, és inkább nézett, mint beszélt. Minden héten voltak nálunk, vagy szombaton, vagy vasárnap, 15-20-an. Maga az otthon az egy nagyon-nagyon meleg, barátságos, szeretetteljes közeg volt. Apám is, anyám is, ö, hogy mondja, mi voltunk számukra a legfontosabbak, és az első ami szabad ideje apámnak volt, azt velünk töltötte, nem voltunk gazdagok, tehát mindig egymás ruháit örököltük, meg anyám ki leereszkedte, meg kibővítette a ruhákat, tehát a, a, anyagiakban nem voltunk gazdagok, de e, minden másban nagyon. A háború végén Franciaországba kerültél, és egy Versailles iskolába kezdtél járni. Kérlek, meséld el, hogy hogy jutottál el oda, és hogy milyen benyomások értek ott téged. Anyám egyik, egyik barátsága, Sárközi, tudta azt, hogy két hónapra indulnak vonatok Hollandiába meg Franciaországba, akik gyerekeket visznek feltáplálni. És, mint hogy az anyámnak nem volt pénze, és miért voltunk három gyereknek, valahogy elintézte, hogy mind a háromunkat felraktak egy Franciaországba induló vonatra és az anyámba volt annyi hőségesség, hogy elengedett minket egyedül. Ez egy tiszta gyerekvonat volt. Leszálltunk a vonatról, ott nem kellett keresni, mert már az állomáson az apám tanított egy-két évet a, fiú, a zsidó fiú, fiú gimnáziumban, és ott volt két tanítványa, és azok kiabáltak, hogy keskeméti gyerekek, és az öcsémet betették egy fiú otthonba, ahol csak magyar gyerekek voltak, és minket betettek egy lány otthonba, ahol csak francia lányok voltak, vagy ők voltak deportálva, vagy a szüleiket megölték. Tehát az egy zsidó lány otthon volt. Tehát mindenki azt tanult, amit akart. Mi azt mondtuk, hogy mi gimnáziumba szeretnénk járni. Jó másfél évet jártam oda. És akkor közben megtanultam franciául, kívülről tanultam, amit nem értettem, aztán megértettem, megtanultam. Tehát egy év alatt azért már nagyon, nagyon rendesen tudtunk franciául. Írod egy helyen, hogy ebben a gyermekotthonban kezdtél el megismerkedni a Párizsi kommun történetével, itt olvast először Marxot, Szent Simont és így tovább, és hogy emiatt elkezdted megtagadni a családodnak, a nagypolgárinak vélt hagyományát, Mit jelentett ez a konfliktus számodra akkor? Hogy nézett ez ki? Hát ez, ugye ez kezdődött, nem magamtól kezdtem én ezt olvasni, hanem cionisták jártak oda az otthonba, mégpedig a somérók, akik kommunista vagy marxista cionisták, és azok hozták ezeket a könyveket is, de aztán nagyon elkezdett érdekelni az 1871-es forradalom, úgyhogy arról, arról olvastam főleg. De akkor még nem voltam itthon. És amikor hazajöttem, akkor ez igazában azt jelentette, hogy a nagyanyámat, aki méltóságos asszony volt, és nagyon tudatos, méltóságos asszony volt, nagyon sokáig nem, nem kerestem meg. Tehát, mit tudom, én eltartott egy évig, hogy rávegyem magam, hogy elmenjek a nagyanyámhoz a többiekkel meg, fokozat, többiek meg hogy mondjam, fokozatosan elmúlt ez a nagyon nagy különállás, és aztán valahogy normalizálódott a családdal való kapcsolatom is. Hát ugye az, hogy az apám nem volt, az, az, az egy akkora űr volt, amit nem, nem lehetett betölteni. És, de mondom, aztán, aztán valahogy mégis ez a, ez a, nagy lendület, ez elmúlt. Ugye a háború után a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége egy rendkívül nagy hatású intézménye volt annak, hogy a kifejezetten paraszti származású, szegénysorsú gyerekek is megfelelő módon eljussanak egyetemre, hozzájussanak olyan tudásokhoz, amelyektől el voltak zárva évtizedekig, generációkig előzőleg. És egy ilyen történethez kapcsolódik a te egyik nagyon fontos kitettséged is az egyetemen, amikor is ugye te tanulókört szerveztél, matematikai tanulókört a népi kollégiumos diákoknak, emiatt ellenet fegyelmét indítottak, és a jól tudom, meg is, el is akartak távolítani az egyetemről. Közgázom volt, és akkor nagyon sok volt a szakérettség is. És a szakérettség is, általában nagyon sokan, nagyon rosszul tudták a matematikát, én mindig csináltam tanulóköröket, mindig szerettem tanítani, és nagyon közel laktunk az egyetemhez. 10-15 gyerek följárt hozzánk rendszeresen matematikát tanulni. Most egyszer vagy kétszer valóban előfordult, hogy volt egy üveg borunk, amit még meg is ittunk. De egyébként semmiféle topozódás, vagy mit tudom, én nem volt iszákoskodás. Ugyanakkor engem nagyon nehezen vettek fel az egyetemre a származásom miatt. Tehát már nem voltam nagyon jó helyzetben, és nyilván nagyon figyelték, hogy mivel lehet itt valami kellemetlenséget okozni, és ezt is valaki feljelentette, hogy én itt le megrontom a munkásparaszt gyerekeket, a megrontás, mondom, a matematika tanításból állt, behívott a pártitkár, és közölte, hogy ez, ezt be kell fejezni, ez tilos, és én valami kultúrfelelős voltam, és voltak nálam papírok, és ezt adjam át valakinek. És az a valaki, akinek ezt át kellett adnom, az akkor még a szervúcában voltunk, és ott volt egy pad, az egyetem előtt. Ott ült, és én mellé ültem, és odaadtam neki ezeket a papírokat, és ez volt a Fergesándor, aki ő, ő maga a tiszacsegei. E, hogy mondjam. E, a Pontosan az a típus volt, aki, aki az ideális egyetemista polgáriba járt, és aztán a polgáriból került át a Nékozba Debrecenbe, és onnan jött az egyetemre, és szegény család volt, és az apja kubikos volt. Úgyhogy akkor be is hívott az országos kis szitkár, és közölte velünk, hogy nekünk, tehát nekem nem lehet a Ferges Ándort Ferges járni, mert tönkreteszem a karrierjét a saját rossz származásommal. Én már akkor a ks dolgoztam, így órákat, és elmentünk az elnökhez, hogy mit javasol, hogy mit tegyünk ilyen esetben. És azt mondta, hogy fogják magukat, házasodjanak össze, és én majd adok lakást, amikor lesz. És akkor albéletben laktunk, és mikor a második gyerekünk, az Anna született, akkor szólt a KSA elnöke, hogy van lakás, és akkor itt lett párom is, meg gyerekem is, meg lakásunk is. Úgyhogy ennek, ennek a fegyelmének én nagyon sokat köszönhetek. Te ekkoriban baloldali marxista emberként gondoltál magadra? Én sose volt a marxista. Nem Soha is. nem volt ilyen identitásod? Mindig volt baloldali, liberális identitásom, kommunista, Marx, Marxot nem is eleget olvastam, úgynevezett kommunista identitásom volt mondjuk egy évig, aztán ez abba maradt, ettől a fegyelmétől, de a baloldaliságom nem maradt abba. És amikor a Petőfi elkezdődött, már nem tudom pontosan mikor, akkor a férjemmel oda elkezdtünk járni. Tehát a Petőfi minden Összejövetelén ott voltunk, és ez tulajdonképpen egyenesen vitt oda, hogy, hogy a, amikor kitört az 56-os forradalom, akkor, akkor nekünk ott van a helyünk, ami azt jelentette, hogy ott voltunk a bemtéren aztán a, én nekem haza kellett menni a gyerekekhez, a sanyi ment tovább. De fegyvert neki nem sikerült szerezni, és ezért aztán őt nem is csukták le, meg nem is... Ö, szóval végül is ö, a pénzügyből ö, lefokozták valami kis fiókba, tették egy jó pár évre, de nagyobb büntetés nem kapott. Te az október 23-ától november 4-ig tartó időszakban mit csináltál? Otthon voltam és próbáltam, próbáltam élelmet szerezni. A családnak így volt az, hogy a az aki a Nyúl utcába bujkált, összetalálkoztam a Nyúl utca sarkán, és ővel nagyon-nagyon jó viszony volt mindig. És akkor a Károly azt mondta, hogy szia, én most megyek Párizsba. Ő levéltáros volt, és tehát Franciaországban még jobban megtanult, mert fiatalabb volt, tehát nagyon jól tudott francián. És mikor itt volt a francia levéltár vezetője, ő tolmácsolt. És a levéltár vezetője azt mondta, hogy ha Párizsban jár, akkor jöjjön a levéltárba. És akkor a ő úgy gondolta, hogy mostan az, hogy ha Párizsba jár, elment Párizsba, beült a levéltárba, azonnal kapott állást és sok évtizeden át volt, aztán a Nemzetközi Levitári Tanács vezetője volt. Most halt meg két hete, de, de végig nagyon szoros kapcsolatban voltunk. 58-ban indul el az a rétegződés kutatás, ami a te szociológusi munkásságodnak az egyik első, igazán meghatározó mérföldköve lesz. Ennek az eredményét 1966-ban publikáljátok majd. Kérlek, hogy kezdje el arról mesélni, hogy miért volt szükség erre a rétegződés kutatásra, mi az, amit az akkori korszak terminusaival nem lehetett leírni a társadalmi valóságot illetően. Ugye az alapvető, első számú probléma az volt, hogy a hivatalos kép, a hivatalos Stalin-kép arról a társadalomról az volt, hogy az egy kétosztályos, egyréteges társadalom van, mert egy munkásosztály, meg egy parasztosztály, meg egy futottak, még értelmiség. Én pedig egyrészt volt szemem, másrészt ott voltak a számok. És természetesen olvastam a nyugati irodalmat, és nem nagyon meglepő módon az derült ki, hogy az osztályfogalom az a nem nagyon színvonalas, baloldalias irodalomban még megvan, de egyébként a legfontosabb erőforrások együttese, tehát a tudás, a hatalomhoz való viszony és a pénzhez való viszony alapján kiderült, hogy a legjobban ezek úgy közelíthetők meg, hogyha úgynevezett foglalkozási kategóriákon keresztül közelítek. Számomra ezek a munkajelleg csoportok, ezek ezt jelentetik, hogy itt a legfontosabb társadalmi erőforrások különböző kapcsolódásai jelennek meg, és ezért van értelme ezt foglalkozási csoportonként meghatározni azt segíts megértenem, hogy ezt a KSH-nál miért hagyták? Hogy lehetséges az, hogy 58-tól 66-ig ti egy azért a rendszer alapvető állításait mégiscsak differenciáló megközelítés módú kutatást tudtatok levezényelni? Tudom, hogy írtam egy feljegyzést az elnökségnek arról, hogy ez a munkásparaszt értelmiség, még a valóságos tagolódás, az két teljesen különböző dolog, és mint tudjuk a másikat is és engedélyt kaptam rá, hogy ezt csináljam. Úgyhogy ez, és végül is ettől még mondhatták ők, hogy munkásparaszt értelmiség, a kettő hát nem fedi egymást, de nem feltétlenül kell az ütközést hangsúlyozni. Lezajlott ez a rétegződés vizsgálat, és rá egy évre elindult a szegénységvizsgálat, ami aztán kiváltotta már a haragját Móda aki a te főosztályvezetőd volt akkor, és gyakorlatilag itt innentől kezdve téged elbocsájtottak a KSH-ból. Kérek, hogy azt meséld el, hogy mi volt a különbség, tehát miért lehetett a rétegződés vizsgálat elfogadható, és miért volt elfogadhatatlan, hogy kifejezetten a szegénységet vizsgáljátok Magyarországon? A hatalom nem volt hajlandó elfogadni a szegény kifejezést. Tehát amikor a Vista Alacsony jövedelmű helyen szegényt mondottak, a pistát kirúgták, és aztán ilyen módon megtiltották a szegénység szóhasználatát. Ti szándékosan mentetek ezzel szembe? Tehát miért nem meg az alacsony jövedelmű kifejezés használatával? Miért éreztitek fontosnak a konfrontálódást és a szegénység szóhasználatát? Hát azért, mert az alacsony jövedelműség nem fejezi ki azt, hogy mit jelent a szegénység, aminek sokkal több összetevője van az sokféle forrástól való, sokféle megfosztottság, ami egyben életmódot is jelent. Az, hogy valaki alacsony jövedelmi, attól még a kultúra magaslatain szárnyalhat. Úgyhogy ez, ez tulajdonképpen egy nem nagyon kifejező szó. A szegény az tetszőlegesen gazdag tartalmú, de mindenképpen sugal valamit, amit József Attila úgy mond, hogy aki szegény, az a legszegényebb. Tehát, tehát a sokféle megfosztottság és sokféle jövőtlenség együtt az a szegénység. Tehát, hogy a gyerekeknek sincs reményük arra, hogy onnan kikapaszkodjanak. És valahogy ezt a szegény sokkal jobban kifejezi, mint bármi más. A visszaemlékezésedben így írsz, hogy jó jószerével az egész 60 évtizedet azzal töltöttem, hogy megértsem a társadalom szerkezetét, Jártam az országot, olvastam amennyit lehetett. De szó szerint kell érteni, hogy a címeket, ahova bekopoktattam, honnan vettem, azt hiszem, hogy legtöbbnyire csak a pofátlanságból. Tehát sétáltam, és, és valahova bekopogtam. És. Te mi egy faluban, egy teljesen. teljesen. Véletlenszerűen kiválasztott házba? Igen. E azt tapasztaltam, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdesz érdeklődni az emberek után, az életük után, akkor ez nem gyakran történik meg, hogy valakit érdekelsz. És ezt, és akkor elkezdenek megnyílni. Tehát nem emlékszem arra, hogy valahonnan kidobtak volna. És akkor ilyen módon egy csomó ilyen véletlen. Beszélgetést csináltam. És ezeknek a véletlen beszélgetéseknek, személyes beszélgetéseknek az alapján kezdett bennem kialakulni az, hogy tulajdonképpen hogy is kéne ezt megnézni, hogy miből áll ez a társadalom, úgyhogy az akkor már érvényes, statisztikailag érvényes legyen. De ezek nélkül én egyébként minden, minden fel, felvétel előtt rengeteget jártam emberekhez, hogy Tudjam, hogy e, milyen szaga van a, e, annak az asztalsaroknak, ami mellett a Pistike írja a leckét. A 60-as éveknek van egy másik fontos e, hozadéka a számodra, nevezetesen, hogy találkozol Párizsban Burgyővel. A nyugat rettenetesen éhes volt kelet-európai e, kollégákra, e, pénzük is volt hozzá, ember nem volt, mert nagyon keveset tudtak nyelveket. A Burtyő akkor fejezte be az algériai társadalom kutatását, és ugyancsak olyan fajta terminusokban, meg olyan fajta módon látta azt, mint ahogy én Magyarországot. Tehát tudtunk valóban beszélgetni, családilag is jobban lettünk, meg is most annyival együtt meghívtak. Szóval az egy, az egy nagyon jó, jó szakmai, emberi, ma, majd, majd, majdnem talán baráti kapcsolatnak mondható volt. És akkor még nem lehetett tudni, hogy a Burgyőből mi lesz. Tehát a, ugye akkor még nem tudott angolul, az angolok még nem fedezték föl. Ő egy pici faluból származik, és az iskolában nem tanultak angolul. Ő lett az a francia kollega, ő meg az ő egyik munkatársa, Gastel, akik a legszorosabb szakmai barátaim lettek. És ez azt hiszem, hogy ez valóban rengeteget tanultam tőle. Ugye Burdiőnek a neoliberalizmusra személy kritikáját te is osztod, vagy legalábbis többször kifejezted az ilyen neoliberalizáló folyamatokkal szembeni kritikádat. Olyan passzus viszont nem találtunk az életművetben, vagy a nyilatkozataidban, amiben kifejezetten a kapitalizmus kritizáltad volna. Azért, ezért kérdezem, hogy te e, hogyan viszonyulsz az antikapitalizmushoz? Mit gondolsz e, erről a kérdésről? Én nagyon, pályám kezdetén nagyon antikapitalista voltam, és azt hittem, hogy az a társadalom leváltható és kicserélhető egy másikkal, amit hívjunk akár szocializmusnak is. Ezt valameddig hittem. E, és aztán valahogy az élet arra felé vitt, hogy úgy lássam, hogy ahol tényleg lecserélik a kapitalizmust mondjuk Kubában. Ott olyan rettenetes, e, Erővel hat rájuk a körülöttük lévő világ, hogy amit csinálnak, az csak úgy tud szembe, szembe kerülni azzal a másikkal, hogy közben elveszíti azokat az értékeket, amelyek nevében létrejött. Magyarán, ne, ma már úgy látom, hogy a világkapitalizmus mai. Hatalmi és pénzviszonyai mellett nincs esélye igazi alternatívának. Valami vagy megeszik, vagy elrontják. Tehát ma már nem hiszem azt, hogy van igazi alternatíva. Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy van, ezt egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban, de ma úgy érzem, hogy a kapitalizmuson belül van fantasztikus alternatíva sorozat a nagyon egyenlőtlen től a skandináv rendszerű kapitalizmusig, amelyik alulról felülről korlátos, és mindenkinek biztosít egy minimumot, ami egyébként most már egyre inkább terjed, és a nagyon progresszív adórendszerrel valamilyen fajta maximumot is biztosít, illetve az igazi nagy vagyonok elmennek Svédországból. Tehát ö, úgy látom, hogy a kapitalizmuson belül ö, elképzelhető olyan rendszer, ami demokratikus is, és, és nem túl egyenlőtlen, és nem ismeri, a, ö, és, meg, és a szegénységet sem tűri el. Hadd kérdezzek ide akkor valamit, mert úgy ugye tehát az északi típusú jóléti államokra utaltál most, de ugye az egyrésztről történetileg determinált a második világháború sokja után, másrésztről a déli államok, kizsákmányolásából tudott létrejönni. Tehát mondjuk például a jóléti államot Magyarországon azért is nehéz szervezni. Lehet még igazságosabb az elosztás, ez nem kérdés. Lehetne nagyságrendekkel csökkenteni a szegénységet, pláne a gyerek szegénységet, ez nem kérdés, ez politikai akarat, de ez bizonyos szinten túl a világkapitalista termelési rendszerekben elfoglalt struktúrális pozíciónk miatt nem tudnánk magasabb újraelosztást, nem tudnánk igazi egyenlőséget létrehozni, erről a kérdésről mit gondolsz, a kapitalizmusnak erről a inherens egyenlőtlenség újratermelődéséről mit gondolsz? Nem hiszem, hogy nagyon más gondolnék, mint te. Azt gondolom, hogy a, lehet, tehát, hogy a lehetőségek korlátozottak, Magyarország nem megy el a lehetőségek korlátaig sem, a skandinávok meg talán egy picit még túl is lépnek rajta, de hát ez világkapitalizmus, ez nem egy ország kapitalizmusa, és a világkapitalizmus erői tényleg hatalmasak. Azt jól értem, hogy azért nem vagy antikapitalista, mert nem tudnál egy olyan másik termelési módszert ajánlani, ami kiváltaná a kapitalizmust? Tudni tudnék, csak úgy látom, hogy nulla esélye van, ezt próbáltam mondani. Persze, hogy tudnék, hát, hogy mondjam, lelkismeretem végigolvastam az összes 19. századi pompázatos ideológiát, amelyik a többségük nem kapitalista ellenes, hanem kapitalizmus nélküli, vagy úgy épül fel a társadalom, hogy kis közösségek, termelői közösségeket alkotnak, és aztán egymással szövetkeznek. E, vagy szóval ilyenféle vagy lagosságok vannak, de, de nincs magántulajdon felhalmozás. Van ugye az a nézet, ami azt mondja, hogy nem egy ilyen cezúra szerűen fog ez majd megváltozni, hanem egyrésztről kell küzdeni fölülről szabályozói eszközökkel, alulról szövetkezeti demokratikus gazdasági megfontolás, vagy formákkal és, és, és cselekvésekkel. Tehát, hogy Ed, és te is valami ilyesmiről írsz igazából. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy antikapitalista program, még akkor is, hogyha nem látjuk, hogy pontosan hova fog vezetni, hiszen azt hiszem, pontosan hát látjuk, hogy a kapitalista ennyi, termelés... ennyiben biztos, hogy antikapitalista vagyok. De ennél... Most fogják mondani majd a kommentelők, hogy csak kimondattam veled végül a műsor harmadik órájában. <síns> <síns> Jó. E, igen, el tudnék én ilyet képzelni, ha nem tudnám, amit mondtam, hogy a világkapitalizmus erői ma akkorák, hogyha létre is jönne egy ilyen, akkor azt elpusztítanák. Nem, nem lehet eltűrni. De egyébként kívánatosnak tartanát, hogy eltűnjön? Erre azért nehéz válaszolnom, mert ki mondta azt, hogy a Churchill mondta hogy a demokrácia nagyon rossz rendszer, de nincs jobb. Szóval a kapitalizmus valóban nagyon rossz rendszer. Miért rossz rendszer? Azért, mert arra épül, hogy az, ami amit az emberek munkát végeznek, nem az szerint fizetik őket, hanem abból elvesznek egy részt azon az alapon, hogy én adtam a eszközt, akkor adjál nekem vissza egy részt abból, amit, amit abból csináltál. Eh, és hogy aztán mekkora részt veszel, eh, az a hatalmi, megint csak azon múlik, hogy eh, milyen értékei vannak ennek a erő, erőnek, és eh, mennyire tűri el azt, hogy eh, szegénység legyen. Tehát, hogy mennyit oszt vissza. Eh, most, hogy el tud ugye valahogy úgy szólt a kérdés, hogy el tudnék-e, akarom-e megszüntetni, el tudnék-e képzelni valami egész mást. Valahogy így szólt a kérdésed. Kívánatosnak tartanád de inkább így. Azért nehéz, nehéz borzasztó nehéz, kérdez el tudni, -e? Persze, hogy kívánatosnak tartanék egy olyan társadalmat, ahol, ö, Demokratikus polgárok, tehát mondjuk úgy, ahogy azt a álomszerű Görögországot elképzeljük, rabszolgatartás nélkül. Most ilyen nem nagyon volt, hogy ne lett volna az álomszerű mellett rabszolgatartó is, de képzeljünk el egy ilyen Görögországot, amiben felnőtt polgárok intézik a közügyeit, és nincsenek rabszolgák. Ráadásul képzeljük el azt is, hogy a nők, nőknek is vannak jogaik, és ők is polgárnak számítanak, ami mondjuk Görögországra nem volt annyira igaz. Tehát nagyon kívánatosnak tartanám eh, az egyenlő polgárok szövetségét, mint országot. Um, csak éppen, csak éppen nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, mert nem látok, hát ezt próbálom mondani, hogy semmilyen esélyt nem látok arra, hogy egy radika, egy kapitalizmus nélküli eh, emberséges társadalom jöjjön létre. Ha, ha lenne ilyen, akkor nagyon a pártján lennék, de nem látom az esélyét. Tehát nem is. Valószínűleg ezért nem is gondolkozom rajta eleget. E, igaz, hogy ha az ember nem gondolkozik, akkor ezzel még jobban csökkenti az esélyt, de legyen ez már a ti feladatotok. Az is vagyok kíváncsi az álláspontodra, mert ugye van egy ilyen baloldali dilemma, hogy az újraelosztás, ami egy kívánatos dolog baloldali szempontból, hogy minél nagyobb arányú legyen, de azért ez mégiscsak egy rendszer stabilizáló tényező is egyben. Tehát hiába mérsékeljük vele a kitettséget, a szegénységet egyrésztről, másrésztről mégiscsak arról van szó, hogy azt a kapitalista termelési rendszert, ami ezt a szegénységet termeli, ezt normalizáljuk. kiveszünk a feszültséget a rendszerből vele. És továbbra is azt lehet látni, hogy, hogy tőkés csoportok továbbra is tudnak, mint hogy most a koronaválság alatt is iszonyatos felhalmozást elérni, és baksist juttatnak csak azoknak, akik valójában kárvalotja ennek az egésznek. Tehát ezzel a baloldali dilemmával szembesülve mit gondolsz az újraelosztás kérdéséről? Baloldali emberként szerinted hogyan lehet viszonyulni ehhez a dilemmához? É, nézd, én tényleg azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek beépültek a társadalmak szervezetébe, harc nélkül sajnos semmi nem megy. Tehát nincs megállás. Abban a pillanatban, ahogy megszűnik a harc, a több újraelosztás ír, abban a pillanatban kevesebb lesz. Tehát nem ez, hogy mondjam, ez nem egy Biblia, amiben bele van írva, hogy ennyit el, újra el kell osztani. Ha lehetne, akkor semmit se osztanának el újra, mert miért? Hát az enyém, akkor miért osztam el újra? Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy folyamatos küzdelemnek kell, vagy kellene lennie annak érdekében, hogy szegénységcsökkentés és újraelosztás növelés öregeknek is, gyerekeknek is, betegeknek is tehát mondjuk például az, hogy Magyarországon egyetlen hang nem hangzott el arról, hogy a jelenlegi kormányzat kiveszi a pénzt az egészségügyből, meg az oktatásból, meg a környezetvédelemből, meg a többiből. Egyetlen tiltakozást nem láttam. Pontosabban azt hiszem, a Magyar Tudományos Akadémia írt egyet, azt hiszem, a környezetügyében, de több nincs. De több nincs itt ül az értelmiség, akinek a feladata lenne, hogy szót emeljen akkor, hogyha tényleg ez lenne a dolga, mert a, megkapta a szólás monopóliumát, ha megkapta a szólás, a tudás monopóliumát, megkapta, megszerezte, megkapta. Ha ez az övé, akkor a, hogy mondjam, az én felfogásom szerint az is a dolga, hogy ezt a szót megemelje azok érdekében, akik vesztesei ezeknek a folyamatoknak. Legfőképpen is elsősorban a gyerekek érdekében, mert ezért, meg azért, meg azért. De nem ez történik. József Attila, van ma József Attila? Van olyan költő, aki abban a hangnemben ír a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, mint József Attila is akkor? Én nem tudok róla. Szóval valahogy úgy is mondhatnám, hogy az értelmiség nem teszi a dolgát. A rendszerváltás egyik jelentős kritikusa vagy, tematizálta több interjútban, írásodban, megszólalásodban azt a szociális katasztrófát, ami megköszöntött az országra 90-től kezdődően, sőt, még amellett is kiálltál, hogy az a fajta eladósodottság, ami kialakult az országban, az alapvetően a humántőkébe történő befektetés miatt állhatott elő, és egyébként ennek a hasznait az ország évtizedes viszonylatban élvezte, például azok a tőkés csoportok is, amelyek megjelentek itt, és tudtak jól képzett egészséges munkaerőt például rekrutálni. De hogyan élted meg te a rendszerváltást? Tehát milyen élményeid voltak kifejezetten 89-90-ben? Nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen. Nagyon a rendszerváltás pártján voltam. Tudni, bármennyire is nem volt az már diktatúra, azért struktúrájában diktatúra volt. És a rendszerváltás azt ígérte, hogy a diktatórikus struktúra szűnik meg. Tehát én feltétlenül a rendszerváltás pártján voltam. Utána nem tudom pontosan követni, hogy mikor jöttem rá, hogy pardon, nem erről van szó. De attól félek, hogy viszonylag hamar. Fogunk még erről beszélni, de ha egy kicsit leegyszerűsítem a képletet. A rendszerváltás előtti időszak szabadság hiányos, ám de biztonságot, szociális biztonságot karantáló jellege, illetve a rendszerváltás után szabadságjogokat biztosító, de szociális biztonságot abszolút nem Karantáló jellegek között neked hova húz inkább a szíved. Azért nem húzik de a szívem, mert hogy a szabadság sem szabadság. Hát ugye, ha azt nézzük, hogy a sajtóval, mi történik, hogy a tömegkommunikációval mi történik, tehát av, avval a ö, eszközrendszerrel, amely az emberek számára az információt hozza, hogy az tökéletesen eltorzult, és nem hoz információt, és nincs egyetlen olyan hivatalos fórum sem, ahol a kormányzatot egyáltalán elemezni lehetne, nem beszélve a bírálatáról. Ezt nem hívnám szabadságnak. Tehát azt se szeretem, de ezt se szeretem. A veled készült életinterjú kötetetben így fogalmazol, mindig élt egy olyan hit, hogy meg kell győzni a világot, és persze a hatalmat is arról, hogy egyenlőtlenségek és igazságtalanságok vannak, amelyeken változtatni kell, és ennek mégiscsak az a módja, hogy az ember ezt valahogy megírja. Véletlenül sem leértékelve az intellektuális munka jelentőségét, mert szerintem nagyon fontos az írás. De hogyha van benne egy, egy ilyen meggyőződés, hogy az igazságtalanságokat nem csak felismerni kell, hanem meg is változtatni őket, akkor pont 89-90-ben amikor rengeteg pályatársad is azt érezte, hogy muszáj szerepet vállalni a politikában, miért maradtál távol attól, hogy ezekben a társadalmi politikai folyamatokban vezetőbb szerepet vállalj? Hát ennek legalább két oka van. Az egyik az, hogy öreg vagyok, vagy akkor is öreg voltam. 30 évvel ezelőtt azért Zsuzsa. <laughs> akkor is már 60 voltam. Most is a szellemi erődnek teljes birtokában vagy. Hát, de már két órája beszélgettünk, és a fáradtság apró jelét se látni rajtad. Pedig van. De, hogy mondjam, engem mindig taszított a hata... hat. Tehát mindig azt láttam, hogy aki hatalomban kerül, az elrohad. Hogy én elrohadtam volna vagy sem, azt nem tudom, de óvakodtam a hatalomtól. Soha ö, fé, féltem tőle. E, tudtam, hogy erre alkalmatlan vagyok. E, te most azt mondod, hogy idézőjelbe tegyem, hogy én úgy gondolom, hogy az én fegyverem a szó, holott az én fegyverem is a tett kellene, hogy legyen. Vagy és? Én, e, én meg, vagy... én meg a, is. Én meg azt gondolom, hogy hogy én csak a szót tudom, és a tettet nem tudom. Oké. Okay. 90 évben adtál egy interjút a magyar nemzetnek, és abban így írtál, vagy így nyilatkoztál. Az évi nyugdíj emelés közvetlenül a költségvetésből fedezendő 9 milliárdja óriási vihart kavart, de senki sem háborog a bank konszolidációra kifizetett 350 milliárd forinton, és ezen ügylet évi 80 milliárdos kamatján. És akkor hosszan sorod még ezeket az aránytalanságokat. Um, szerinted miért van az, hogy ez a társadalom, tehát sem a politikai intézmény, sem a pártok, sem a szakszervezetek, sem az úgynevezett civil mozgalmak nem voltak képesek azt a szociális katasztrófát, ami az országban bekövetkezett a rendszerváltást követő években, tematizálni ennek ellenállni? Szerinted miért érte ennyire felkészületlenül a magyar társadalmat a rendszerváltás? Nagyon nagy gazdasági egyenlőtlenségek azt is jelentik, hogy le tudnak fizetni ilyen olyan amolyan módokon egy nagyon jelentős réteget, amelyik az adott rendszer mellett van, és hogy meg tudják, tehát szorongatásba tudják tartani a 3-4 millió embert, elsősorban az állásuk elvesztésével, amivel aztán meg ugyanezt érik el, hogy nem lázadnak, bele nem teszik szóvá a félelemkeltés, a szorongáskeltés azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon fontos eszköze volt mindig a hatalomnak. Aki szorong, az nem mer lázadni. Úgy fogalmaztál, hogy féltél a hatalomtól, de 2005. októberében mégis bizalmat szavaztál Gyurcsány Ferencnek, aki akkor ugye miniszterelnöke volt az országnak, és felkért arra, hogy dolgozz ki egy programot a gyermekszegénység felszámolására. Ez egy fontos választási ígérete is volt Gyurcsány Ferencnek 2006-ban. 2007-ben három tartózkodás mellett egyhangúan fogadta el a parlament azt az országgyűlési határozatot, ami elindította ennek a programnak a megvalósulását. Ti az első évre kértetek 80 milliárd forintot, összesen 8 milliárdot biztosított végül a kormányzat a számotokra. Nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Ráadásul azt is gondolom, de vitatkozva nem értesz egyet, hogy talán ez a program lehetett volna a legnagyobb hatással a magyar társadalomra a te életművetből, ami rajtad kívülálló okok miatt nem tudott megvalósulni. A legelső kérdésem az, hogy ha féltél a hatalomtól, akkor hogyan fogadta Gyurcsány Ferenc közeledését 2005. októberében? Miért szavaztál neki bizalmat? Um, pontosan azért, a Gyurcsány nagyon érdekelte ez a társadalom. E, még a hatalom közelében sem volt, nálam a lakásomon voltak ilyen szemináriumok, de akkor még semmilyen politikai pozíciója nem volt. Tehát én onnan ismertem, hogy ő erre a szemináriumra, ez érdekelte, és ide járt. Ez hányban volt? 2000-es évek? E, hát valahol a 70-es, 80-as évek fordulója táján. Uh -huh. Szóval onnan ismertem, hogy őt érdekelt ez a dolog. Fiatalemberként már? Fiatal emberként, még nem politikusként, még palántaként. Tehát amikor erre kért, akkor, akkor, hogy mondjam, természetes volt, hogy igen mondjak, hiszen tudtam, hogy érdekli. És ráadásul még, még lehet, hogy csinálni is fog valamit. Na most, amikor nem történt a dologból semmi, azóta én nem beszéltem vele. Mire tett neked ígéretet Gyurcsány Ferenc, amikor megállapodtatok abban, hogy partnerséget vállal a kormányzata újraválasztás esetén a gyermekszegénység felszámolásában? Miről szólt az ő ígérete neked? Arról, hogy megcsinálja, semmi másról. Miért hátrált ki a kormányhatározat mögül? Soha senki nem, nem beszélt velem erről, és én nekem akkor már nem volt módon arra, hogy őket megkeresem. Egyébként nem a gyerek szegénység, hanem tényleg a gyerek esélyekről volt szó. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy szegénység ellenes, gyerek gyerekellenes az, hogyha ebből nem csinálnak meg semmit. Úgy emlékszem, hogy egyszer-kétszer próbáltam keresni talán e, a Lendvai Ildikót, e, de nem jártam sikerrel. Magát Gyurcsány Ferencet kerested? akkor már nekem semmilyen lehetőségem arra nem volt. Árulásnak tartoz, hogy emögül kihátráltak? Hatalomnak tartom. Nézd, árulás. Nem tudom, hogy van-e olyan kormány a világon, amelyik megvalósítja azt, amit választáskor ígér, de, és ezt én sem reméltem, hogy mindent megvalósít, az kétségtelenül súlyos csalódás, hogy a legelemibb dolgok sem valósultak meg, tehát a. E, hanem épp ellenkezőleg. De akkor már nem volt nekem módom e, semmire. Hogy értik el a 2010 utáni társadalmi politikáját az Orbán kormányoknak? Ugye a fizetések egyenlőtlenségét most már hivatalosan is megerősítve nagyon sokszorosára növelték a minimum nyugdíj pedig egyáltalán meg sem mozzan, holott az mindennek a, a, mértéke. A családi jövedelmet is úgy számolják, hogy az a 28.500-nak a 3,2-szerese. Szóval ez, a, ez az egyik része a dolognak, hogy az ellátások nagyon alacsonyak. A másik része az, hogy az Orbán kormány az először csak csökkentette az ellátáshoz, csökkentett bizonyos ellátásokat, aztán szigorította az ellátáshoz jutás feltételeit, és most teljesen megszüntette a segélyezést. A legszegényebbek segélyezésének sincs semmiféle törvényes alapja. Megszűnt minden törvény, ami a segélyezést valamilyen szinten normatívá tenni az önkormányzatok számára. Ha valaki ötször, hatszor benyújt egy kérvényt az önkormányzatnak, akkor az önkormányzat annyi pénzt ad, amennyit akar, keveset, sokat, semennyit. Azon nagyon kevesek közé tartoz, akik pontosan detektálták azt, hogy milyen ö, súlyos eredményeket fog majd hozni magával a jobboldali kormányváltás. Kellette volna esetleg többet tenned azért, hogy maga ez a kormányváltás megakadályozásra kerüljön, vagy egyáltalán ne tudjon alkotmányozó többséget nyerni 2010-ben. Hogyan látod a mából visszanézve az akkori szerepvállalásodat a nyilvánosságban? Hát nézd, megint egyrészt azt mondom, hogy akkor is már öreg voltam, tehát sokkal több szerepet nem tudtam volna vállalni. Másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy én megtettem azt, ami tőlem telhető. Tőlem ennyi tellet, hogy legalább megmondjam, legalább megírjam legalább másokkal megértessem, hogy ebből ilyen meg ilyen következmények származnak. Siker, siker, csekély. Zsuzsa, rendkívül hosszú élet áll a rendelkezésedre, 90 év, ezt még elgondolni is egészen rendkívüli. Túl sok, túl sok. Ezt nem tudom. Mire vagy a legbüszkébb szakmailag? Mire vagy a legbüszkébb szakmailag? Hát nézd, egyrészt nem szoktam büszkeként definiálni magam, de kétségkívül örülök annak, amit csináltam. Egyrészt annak, hogy a szociálpolitikát tudomány, önálló tudományként sikerült Magyarországra importálni olyannyira, hogy most már szociálpolitikai fakultások vannak sőt, szociálpolitikusok is már vannak, még ha nem is nagyon tudnak labdába rúgni. És a másik az, hogy mondjam úgy, hogy divatba hoztam a társadalmi struktúra vizsgálatának a gondolatát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mind a kettő rendben van. Mivel foglalkozol most? A túléléssel. Egy új témával, amivel nem tudom, meg, meddig fogok eljutni. Megpróbálom megérteni, hogy mi az, hogy méltóság. A méltóság valami borzasztó fontos helyen van az európai típusú kultúrák értékei között. Úgyhogy ez, ez az, amit, ha még van valamennyi időm és lehetőségem, akkor itt az emberi méltóság és méltóság sérelem az, ami foglalkoztat. És akkor egy záró kérdést engedj még meg. Én nagyjából egy tíz évvel ezelőtt ismertelek meg, és többször is beszélgethettem veled az elmúlt tíz évben. Mindig egy rendkívül derűs személyiség voltál miközben ugye lehet tudni, hogy életed nagy szerelme 30 évvel ezelőtt távozott, ugye pont a rendszerváltást követő években. Hogyan tekintesz vissza erre a 90 évre? Tehát, hogyha egy átlagot kell vonnod, el tudod mondani azt, hogy örömökkel, szeretetteljes környezetben tud tenni. Honnan merítesz igazából, akkor így kérdezem, érzelmi megerősítést ahhoz, hogy 90 évesen is ilyen derűvel tudj itt ülni? Ha a géneken kívül Nézd, én a, tényleg azt hiszem, hogy szerencsés ember voltam. E, azt már mondtam, hogy nagyon szeretetteljes családban nőttem föl. Azt is mondtam, hogy e, több mint 40 évig éltünk együtt e, egy emberrel, aki a párom volt, és nem is, nem is kellett más az életembe. Iszonyú szerencsém van a gyerekeimmel, akikkel máig jó a viszonyom, akik, hál' Istennek, egészségesek, jó, nagyon emberi feltételek között élnek. Szerettem a férjem családját is, többször voltam csegén, ahol persze idegen voltam, mert pesti is voltam, tehát az, hogy egy cigarettázó pesti zsidó lány a Csege csegei udvarban az azért egy, hogy mondjam, ritka látvány, de mégiscsak elfogadtak, elfogadtak csegén. Úgy, és a apósom az élete utolsó éveit nálunk töltötte, és ápolhattam, és a Sanyi és a férjem is, férjemmel együtt ápoltuk, mert megütötte a guta, és ki kellett találni neki, hogy mit csináljon. Mindig kellett valamit, nem bírt munkanélkül élni, kubikus volt, de lencsét vagy babot, hogy, hogy azt szemelgesse, tehát, hogy mondjam, tény, tényleg ott lehetett megérteni, hogy mi az, hogy nem lehet munkanélkül élni. És nagyon szerettük egymást. Úgyhogy nekem tényleg szerencsés. Gyerekkoromban is, később is, voltak, nem mondom, hogy nem voltak rossz periódusok, mert persze, hogy voltak, de ha egészében nézem, akkor, akkor a legszükebb családom, a gyerekeimmel együtt vett családom, magyarán a magánéletem, azt hiszem, hogy alapvetően szép és nyugodt és boldog. A köz meg, hát aki elfogadott, elfogadott, a többi meg nem érdekelt. Ferges Zsuzsa, jó egészséget, boldog 90. születésnapot! Nagyon köszönöm az interjút, és hát köszönöm azt is, amit az eddig életed során a politikai közösségünk egészéért Köszönöm szépen. Minden jót vigyázz magadra. Ez volt a beszélgetésem Ferges Uzsával a 90. születésnapja alkalmából. Ha érdekel nem csak ez a szerkesztett verzió a beszélgetésen, hanem a teljes vágatlan verzió is, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol hangban korlátozás nélkül meghallgathatod, vagy Fizesse elő a Partizánra, a PTO rendszerünkön keresztül, és akkor képben is meg tudod nézni ezt az interjút. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna, a like, illetve a dislike gombok használatával fejez ki a véleményed. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon megtalálsz bennünket, Partizán Politika címen. Ha pedig szeretnél hozzájárulni a támogatásoddal a működésünkhöz, akkor a Patreon mellett van egy bankszámlaszámunk, illetve egy Paypal elérhetőségünk is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!